Először is emeljük meg a kalapunkat az orvosaink, meg az ápolónőink, meg a házi orvosaink előtt. Emberfeletti munkát végeznek a kórházakban különösen. A március 15-i hétvégén két alkalommal is konzultáltam az ország összes megyei szintű kórházigazgatójával, és én azt láttam, hogy ezek jó lelkű emberek, elszánt emberek, felkészültek, és oda teszik magukat száz százalékig. Tehát én azt gondolom, hogy az orvosainkon, a kórházigazgatóinkon, az ápolóinkon nem fog múlni egyetlen ember élet sem, mert szívvel léleke végzik a munkájukat. Hétköznap, munkanap, ünnepnap, ahogy jön. És azt is láttam, hogy miután járvány helyzetet veszélyhelyzetet hirdettünk ki a kórházakban, ezért megvan a kellő szabadsága az orvosainknak, meg az orvosvezetőinknek, hogy átszervezzék a kórházi ellátást, és úgy látom, hogy bár nagy erőfeszítések árán, de lesz elegendő ember, ugye bevontuk most már a végzős orvostanhallgatókat is, a végzett rezidenseket is, tehát a vezénylés, átcsoportosítás a módszer, amivel meg tudjuk oldani ezt a helyzetet. Szerintem bár még egyszer mondom, emberfeletti munka árán, de működni fognak a kórházaink. Sokkal jobb állapotban van, különösen a humán erőforrás tekintetében a magyar egészségügy, mint az korábban talán sokan gondolták volna. Egyébként a, a koronavírus miatt elkülönített, kijelölt ágyaknak a fele az még szabad, és körülbelül kétszer annyi lélegeztető készülékünk van azonnal bevethető állapotban ágyal együtt, mint amennyi ágyon most éppen fekszenek. Tehát a technikai ellátás is. Megvan oldva, de semmi nem pótolja az orvosainkat és az ápolónőinket. Valószínűleg azoknak is köszönetet kéne mondanunk, akik kiképezték őket az egyetemeken, meg a szakiskolákban, mert jól látható a mostani teljesítményből, a tanáraik is szép munkát végeztek.